Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Újévi fogadás a Városházán. Görgényi Ernő szerint Gyula az idei évben is válságálló lehet. Régiós önkénteseket köszöntöttek. Gyulán tartotta programját a Nagycsaládosok Országos Szervezete. Két baleset Békésben. Újkígyóson és Békéscsabán is könnyebben sérültek. Itt a sofőrök Békésben. Gyulán és Békés-Szentandráson is pozitív értéket jelzett a szonda. Sorra vette a tavalyi év gyulai fejlesztéseit az újévi fogadáson Görgényi Ernő. A polgármester hangsúlyozta, 2022-ben közel 6 milliárd forint értékben valósultak meg a városban fejlesztések. Ezekhez az önkormányzat mintegy 400 millió forint önerőt társított. A fejlődés 2023-ban is folytatódhat. Gyulán több nagy beruházás indulhat az idei esztendőben. A szombatesti városházi eseményen Próbence Natura Urbis díjat vehetett át a Duna Aszfalt területi igazgatója Puskás Béla. Ez a nap híre. Szombat délután tartották az újévi polgármesteri fogadást a gyulai városházán. Az esemény Görgényi Ernő beszédével kezdődött, aki közel fél óra alatt vette sorra a tavalyi év városi fejlesztéseit. Mi gyulaiak újabb lépéseket tettünk 2022-ben közös álmaink megvalósítása felé. A polgármester kiemelte, tavaly felépült az Airbus gyulai helikopter alkatrészgyára, az üzem meg is kezdte a termelő tevékenységet. Mintegy 1 milliárd forintból újult meg a Tiborc utca, körforgalom épült a sportcsarnoknál, elkészült a fürdőben az új gyermek vízi paradicsom, mely az országban máshol nem található kikapcsolódási lehetőséget kínál a kisgyermekes családoknak. Megkezdődött a gyermek szabadidőközpont kialakítása az egykori Alispáni laképületében, a korábbi relé gyár területén pedig a Gyula konyha kapott modern üzemet. Pénzbeli értékét tekintve ezek mellett eltörpül, mégis fontos a könyvtár gyermek részlegének korszerűsítése. A Gyula hús árbevétele 2022-ben meghaladta a 10 milliárd forintot, a házi hús Gyulára költöztette csarnokát, a veres hús pedig a Hicu telepen alakított ki új üzemet. Görgényi Ernő hangsúlyozta, folytatódott a város erdőtelepítési programja, a Kálvária domb mögött 10, az Eleki út mellett 3,5 hektár őshonos elegyfajokkal gazdagított tölgyerdőt ültettek. A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny szakmai zsűrije aranyfadíjjal ismerte el a várost, de országosan egyedülállónak mondható az EpiPen program is. Önkormányzatunk tavaly összesen 6 milliárd 114 millió forint összértékben bonyolított pályázatokat. Ebben az összegben az önkormányzati cégek beruházásai nincsenek is benne. Ebből a több mint 6 milliárd forintból 419 millió forint az önkormányzati önerő. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló önerő több mint 14-szeresét nyertük el pályázatokon, meg 14-szereztük Gyulaváros érdekében a rendelkezésünkre álló forrásokat. A polgármester a nehézségek ellenére bizakodó volt az idei évet illetően, már csak azért is, mert a kormány 430 millió forint egyedi támogatást biztosított Gyulának, ezt az összeget a gáz- és villanyszámlák kiegyenlítésére fordíthatják. Enélkül a 430 millió forintot máshonnan kellett volna elvenni. Görgényi Ernő kitért arra, a következő időszakban sem kerülik el a fejlesztések a várost, már több fontos beruházás zajlik, vagy éppen előkészítés alatt áll. Bicikliutat építünk a Nagyváradi úton, elkezdődik a 100 éves cukrászda és a Ladicsház felújítása. Az Airbushoz vezető Rós utca kiépítése is megkezdődik. Külterületi útjainkat is nagy léptékben fejleszthetjük, mert erre a célra a kormánytól 284 millió forintot nyertünk. Az év egyik nagy kihívása lesz a Gyulahús Kft. Fejlesztési terveinek megvalósítása. Közel 5 millió milliárd forint pályázati támogatást nyertünk, ez sem uniós forrás. Azonban a szükséges korszerűsítés megvalósításához közel kétszer ennyi önerő kellene. A tőkebevonásra még nem találtunk jó megoldást, de dolgozunk az ügy érdekében.
Az eseményen Görgényi Ernő a nemrég alapított Promecenatúra Urbis Gyula elismerő címet adta át a Duna Aszfalt ZRT területi igazgatójának, Puskás Bélának. A cég az elmúlt években közel 800 millió forinttal támogatta a gyulai sportéletet. A program második felében a Power Beat együttes adott koncertet. A Délalföldi Régió önkéntesei díjazta Gyulán a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Az eseményen szó esett arról, milyen célokat tűzött ki a szervezet 2023-ra. Minden madár társat válasz, virágom, virágom. Szombat délelőtt Gyulán rendezett régiós, vagyis három vármegyére kiterjedő programot a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Az eseményen a térség önkénteseit jutalmazták, de arra is alkalom nyílt, hogy az érintettek megosszák egymással tapasztalataikat. Kis Tamásné gyulai önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a városban komplex segítséget kapnak az érintett családok, ezt jelzi, hogy az elmúlt közel egy évtizedben Gyula több díjat is elnyert e témában. A gyulai nagycsaládosok tavaly erős évet zártak, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a helyi szervezet birtokba vette a Sík tanyát. Ennek köszönhetően több programot tudtak megrendezni, mint a korábbi években. Mindez persze azt is jelentette, hogy bőven nyílt lehetőség az önkénteskedésre is. Nekünk például a Sík tanya miatt a tereprendezés, a háznak a berendezése, takarítása, aztán van egy kemencénk, ahol sütögetni szoktunk, abban a segítség. A gyerek programjainknak a leszervezésében és a lebonyolításában szervezés vagy segítség. Aztán az adományokért el kell menni hol orvosházára, hol más helyszínre. Itt szintén az önkénteseink teszik meg. Ahhoz, hogy egy család, különösen a nagy család jól működjön, tenni kell, de mint a jelenlévők szavaiból kiderült, ennél nincs jobb befektetés. Mi a feleségemmel 6 gyermeket neveltünk föl. Miért jó? Hát minden gyermek születése borzasztó nagy örömmel tölti el az embert. Jó rájuk nézni, kicsikorukban, jó végigkövetni az életpályájukat, és nagy öröm az, amikor például bejelentik azt, hogy unokánk fog születni, lehet kire számítani a mindennapokban. Sok nagyon szép programot éltünk meg egymással, a házasságnak a megkoronázása a gyermek. Az eseményen elhangzott, a nagy családosok és szervezeteik a kormányzati családpolitikának is köszönhetően megerősödve kerültek ki a közelmúlt válságaiból. A nagy családos szervezet országos vezetője elmondta, a jövőben még inkább szeretnék megerősíteni az érintettek öngondoskodásra való képességét. Békés megyében nagyon sok termelő van, szeretnénk őket összekötni Észak-Magyarországon, Balaton régió környékén olyan nagycsaládos szervezetekkel, ahol például szükség van termékekre. Indítottunk egy olyan programot, hogy termelőkkel a családokért. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb áruházláncokat mi kikapcsoltuk, és a családok kedvező áron tudtak már decemberben is beszerezni termékeket. Ezt folytatjuk most kis családi gazdálkodásoknak az összekötésével a családok részére. Illetve nagyon sok befőzőautomatát is adományoztunk, tovább léptünk az asszalógépek felé, és most már vannak olyan szervezeteink, akik akár az otthoni házi tésztakészítést szeretnék felvállalni. Tehát az öngondoskodást szeretnénk segíteni ebben az évben a családoknál. A programon elhangzott, az országos szervezet a jövőben arra törekszik, hogy minél több kapcsolódási pontot hozzon létre a tagok, illetve a tagszervezetek között. Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a hétvégén Békéscsabán és Újkígyóson. Szombat délelőtt Újkígyóson a Gyulai utcában egy személygépkocsi vezetője balra akart kanyarodni, de nem vette észre, hogy a jármű előzését már megkezdte egy másik autós és összeütközött vele.
Az előzésbe kezdő gépkocsi egy parkolóautónak is neki ütközött. A mentők az egyik jármű vezetőjét könnyű sérüléssel vitték kórházba. 2 órával később Békés Csabán az Orosházi úton hátulról egymásnak ütközött 2 személygépkocsi és 1 kis teherautó. A balesetben egy utas 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Ecsekfalva külterületéről 2023. február 4-én 10 óra 15 perc körül előállítottak a rendőrjárőrök egy kisújszállási férfit. Személygépkocsit vezetett annak ellenére, hogy nincsen jogosítványa. A 25 éves férfit a szarvasi rendőrkapitányság szabálysértési őrizetbe vette, és engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt a rendőrök 3 napon belül bíróság elé állíthatják. Emellett a rendőrök azt is megállapították, hogy az autón egy másik kocsira kiadott rendszám volt felhelyezve, ezért a szarvasi rendőrkapitányság nyomozói egyedi azonosító jellel visszaélés gyanúja miatt büntető eljárást indítottak ellene. Itt a járművezetés gyanúja miatt történt rendőri intézkedés Gyulán és Békésszentandráson. Gyulán a Henyei Miklós utcában pénteken késő este egy személygépkocsi letért az útról, neki ütközött egy oszlopnak, majd árokba csúszott. Senki nem sérült meg, de a balesetet okozó jármű vezetője elgyalogolt a helyszínről. A rendőrök rövid idő alatt megtalálták az autóst, akinél alkoholfogyasztást jelzett a szonda. Ezért a 40 éves komádi férfit a rendőrjárőrök orvosi vizsgálatra és mintavételre vitték, majd büntető feljelentést tettek ellene, és elvették a vezetői engedélyét. Békésszentandráson szombat kora hajnalban egy járművezetőnél pozitív értéket mutatott a szonda. Fél órával később ugyanitt, a Toldi utcából állítottak elő a rendőrjárőrök egy másik autóst, mert nála is ittosságot jelzett a szonda. A rendőrök mindkét békésszentandrási férfit mintavételre és orvosi vizsgálatra vitték. Ellenük büntető feljelentést tettek, a jogosítványaikat pedig elvették. Az idei év második felében már magasabb színvonalon fogadja a vendégeket Gyula legnagyobb szálláshelyének Munkácsi szárnya. Rövid hírek következnek. Évekkel ezelőtt elkezdődött Gyula legnagyobb szálláshelyének nagyobb volumenű beruházása, fogalmazott Boros Zoltán. Az RK Hotel igazgatója kiemelte, ez egy nagyobb projekt annál, mint amit takar a jelenlegi felújítás. A Munkácsi szárny felújítása mellett ugyanis különböző elektronikai, számítástechnikai fejlesztések is megvalósultak. A Munkácsi szárny kivitelezése 2022 végén, novemberben kezdődött el az épület belső bontásával. December-január óta az építésnél tartanak. A gépészet felállt, ez a későbbiekben a vendégek számára nem lesz látható, de az üzemeltetést illetően annál nagyobb jelentőséggel bír a terület. Jelenleg a szobák kivitelezése zajlik. Boros Zoltán kiemelte, az RK Hotel a maga 308 szobájával nem csak a térség, hanem az ország egyik legnagyobb vidéki wellness szállodája lesz. Céljuk az, hogy minden szoba 4 csillagos besorolást kapjon, így megszűnik a korábbról hozott különbség a Dürer és a Munkácsi szárny között. Egységes, homogén szolgáltatást szeretnének nyújtani a Gyulára érkező vendégeknek. Az igazgató kiemelte, továbbra is azt tervezik, hogy 2023 második fél évére vissza tudják adni a Munkácsi szárnyat a vendégeknek. Enyhültek a madárinfluenzával kapcsolatos szabályok. Február 1-től Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegye korlátozás alatt nem álló területein enyhítések lépnek életbe a vizes élőhelyek vagy állandó vizes terület közelében található telepekre vonatkozó betelepítési szabályokban. A legfontosabb változás az, hogy azon telepeken, ahol a 2022 őszén kezdődött járványban nem történt kitörés, és egy vizes élőhely szélétől számított 1-3 km közötti zónában találhatók, megindulhat a betelepítés, amennyiben az nem fólia sátorba történik. Az intézkedés minden állatfajra és az állattartási fázisok számától függetlenül érvényes. Az egészségügyi szakmacsoport gyakorlati óráján vesznek részt a diákok a Göndöcs Benedek Katolikus Technikumban. Idén már nekik is több feladatot kell elvégezniük ahhoz, hogy sikeres szakmai vizsgát tegyenek. Kedden az egészségügyi ágazatban tanuló nappali és esti tagozatos általános ápolók,
a rehabilitációs terapeuta szakon tanuló gyógymasszőrök és a sportágazat sportedzői számára szerveznek kirándulást Budapestre. A tanulmányi program célja a Body Words kiállítás, melyen az érintett diákok az emberi testtel kapcsolatos anatómiai élettani ismereteiket mélyíthetik el. Fekete Szabolcs elmondta, tapasztalataik szerint a portfólió elkészítése a diákok számára nem jelent igazán nagy plusz terhet, persze az iskola is igyekszik segíteni nekik abban, hogy ez tényleg így legyen. A Göndöcsben minden szakma tanulói számára üzemlátogatást, illetve hasonló programokat szerveznek, hogy a portfólió elkészítése ne ütközzön nehézségekbe. Szombaton az egész ország területén viharos, minimum 70 km per órás széllökésekre számíthatnak a közlekedők. Tekintettel arra, hogy az elmúlt hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le. A Magyar Közút ezért arra figyelmeztet, hogy az autósok csak akkor induljanak el, ha nem tudják elhalasztani az utazást, előtte pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról az utinform.hu oldalon. Az emlőrák időbeni felfedezését elősegítő eszközt vehetett át tavaly decemberben az Egészségügyi Alapellátási Intézmény. Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Magyarországon évente közel 8000 nő, és mintegy 200 férfi szembesül ezzel a diagnózissal. Korai stádiumban a rák még semmilyen tünetet nem okoz, ezért elengedhetetlen a rendszeres önvizsgálat. Korai felismerés esetén azonban akár teljes gyógyulásra is van esély. Ködmön Zsolt kiemelte, népegészségügyi szempontból is kiemelt jelentőségű a prevenció. Az eszköz segítségével mindenki akár otthon is egyfajta szűrővizsgálatot tud elvégezni magán. Minden 20 év feletti nőnek legalább havonta egyszer tanácsos megvizsgálnia a melleit. Ködmön Zsolt kiemelte, a kampányt a járásban indítják el. Elsőként Gyulán kerestek meg munkáltatókat azért, hogy az ott dolgozó nőknek a védőnők a munkahelyeken tudják megmutatni az önvizsgáló eszköz segítségével, hogyan végezhetik el a vizsgálatot. Csütörtök délelőtt a rendőrjárőrök Lőkösháza külterületén tartóztattak fel egy román állampolgárságú férfit, akivel 5 határsértő volt. Közülük 3 pakisztáni, 2 pedig indiai állampolgárnak vallották magukat, de egyikük sem tudta hitelt érdemlően igazolni személyazonosságát és azt, hogy jogszerűen tartózkodik Magyarországon. A helyszíntől pár száz méterre a rendőrök találtak egy üresen álló autót is, aminek még a motorja is járt. Kiderült, a 25 éves román férfi azzal akarta továbbvinni a migránsokat. A rendőrök az 5 férfit és kísérőjüket is előállították. Citromsármányok jelentek meg a Maros térségében. Lapszemle következik. Civil Bál Békés Csabán. A több mint 20 éves múltra visszatekintő rendezvény hagyományosan a közösségi együttlét és a találkozások ünnepe. Írt a közösségi oldalán Herceg Tamás, országgyűlési képviselő. A hétvégi bálon a 2022-es Békés Vármegyei civil jogász díjat is átadták, melyet a beérkezett szavazatok alapján Petri Béla érdemelt ki. Citromsármányok a Maros mentén. A madarak hangja és színes tollazata egyaránt magára vonja a figyelmet, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A citromsármányok a hideg évszakban 20-50 példányos csapatokban járják az erdőt élelem után kutatva, főleg gyommagvakat keresnek. Visszatért a Rotary Bál. 3 év után rendezett ismét bált a Rotary Klub Orosháza. Az Orosz Café azt írta, az esemény bevételét a hagyományoknak megfelelően ezúttal is jótékony célokra fordítják. Díjazták a Betlehemek alkotóit. Tavaly októberben hirdette meg a Dóm Látogatóközpont Nem lehet csoda nélkül élni címmel Betlehem készítő pályázatát. A szegedcsanád.hu azt írta, a beérkezett műalkotásokból kiállítást rendeztek, mely a napokban zárult. Erős reggeli fagyokra számíthatunk a következő napokban. A gyakori napsütés mellett csapadék nem várható, ugyanakkor gyakran megerősödik a szél. Kedden napos és felhős időszakok váltják egymást.
csapadék nem várható, viszont élénk lehet a szél. Éjszaka mínusz 6 fokot, a déli órákban plusz 1 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán is gyakran kisüt a nap, a hőmérséklet pedig mínusz 5 és plusz 1 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Újévi fogadás a Városházán. Görgényi Ernő szerint Gyula az idei évben is válságálló lehet. Régiós önkénteseket köszöntöttek. Gyulán tartotta programját a Nagycsaládosok Országos Szervezete. Két baleset Békésben. Újkígyóson és Békéscsabán is könnyebben sérültek. Itt a sofőrök Békésben. Gyulán és Békés-Szentandráson is pozitív értéket jelzett a szonda. Ez volt a Gyula TV híradója. Most a legutóbbi polgármesteri újévi fogadásról közvetítünk. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk! Köszönjük figyelmüket!